Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja, mindig csak előre, erdőre, mezőre. Bogyó és Babóca, ha kisüt a napocska, szaladnak nevetve, dombokra, hegyekre. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. A gomba kalapja. Bogyó, Babóca, Baltazár, Pihe, Vendel és Gömbi kirándulni indult az őszi erdőbe. Egyszer csak holk sírást hallottak. A bokor mögül jön, suttogta megszeppenten Bogyó. Egy kis gomba sírt a bokor mögött. Hiányzott a fejéről a kalapja. Ki vitte el a kalapod? Kérdezte bátortalanul Babóca. Nem tudom, mire felébredtem, már nem volt a fejemen, szipogott a gomba. Ne aggódj, majd mi segítünk, keresünk neked másik kalapot, nyugtatta meg Bogyó. Mind hazaszaladtak, és hamarosan egy-egy fejfedővel tértek vissza az erdőbe. Hoztunk neked új kalapot, mondták, és sorra felpróbálták a gombára a kalapokat. Először Babóca adta rá pöttyös sapkáját, de az sehogy sem illett a gombához. Utána pihetette fel rá boszorkány süvegét. Nem akarok boszorkány lenni, mondta dühösen a gomba. Ezután Gömbi húzta elő napellenző sapkáját, de az meg kicsi volt rá. Most Bogyó következett. Két kalapot is hoztam, itt a kertész kalapom, és elhoztam az ördög sipkámat is. A kertészkalap viccesen festett a gombán, de ő ennek egyáltalán nem örül. Nem tetszik, szögezte le. Az ördög sipkától még dühösebb lett. Nem vagyok ördög, mérgelődött kipirulva. Akkor lett csak igazán morcos, amikor Baltazár elővette a piros fazekat, amit a hóember viselt télen. Hiszen ez egy fazék, nem fogok egy fazekat hordani, dühöngött a gomba. Ez nem egy egyszerű fazék, ez volt a hóemberünk kalapja, vágta rá sértődöttem Baltazár. Végül Vendel a szarvasbogár került sorra, egy cilindert hozott a gombának. Ez nem is rossz, dünnyögött a gomba. De kérlek, keressétek meg inkább az én kalapomat. Azt szeretném hordani. Neki láttak megkeresni a gomba pöttyös kalapját. Épp ekkor repült arra a három kanári fióka. Mi tudjuk, hol van a gomba kalapja? Három szubogár csónakázik benne. Láttuk! Csipogták. Gyertek, irány a patak! Kiáltott Babóca. A vizen dalolászva csónakázott a gomba kalapjában a három szú. Adjátok vissza a gomba kalapját! Kiáltott rájuk dühösen Bogyó. Megígértük barátainknak, a bolháknak, hogy meglátogatjuk őket. Szükségünk van egy csónakra. De ez a kalap nem csónak, a gombáé. Adjátok vissza! Harciaskodott Bogyó. A szubogarak végül vonakodva visszaadták a kalapot. De hogyan jutunk el így a bolhákhoz? Kérdezték szomorúan. Majd mi elviszünk titeket, mi is a kis szigetre tartunk, csipogta a három kanári. Kurrá, madárháton fogunk repülni, ugrándoztak a kis szúk. De előbb visszavisszük a gombának a kalapját, szögezte le Babóca. Vagyis a csónakot, kuncogott a három szú, de Bogyó olyan szúrósan nézett rájuk, hogy nyomban abba hagyták. Köszönöm, mondta boldogan a gomba, és elégedetten mosolygott, mintha csak rám öntötték volna. A szúbogarak felpattantak a három kismadár hátára. Jó utat, kiáltott utánuk a gomba. Jó utat, harsogta Bogyó, Babóca és a többiek. Mindannyian búcsút vettek a gombától, és kalapjukat fejükbe nyomva elindultak hazafelé. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja.
gombócok. Egy őszi napon Babóca, a Katica lány, szilvás gombócot főzött, és meghívta a barátait ebédre. Eljött Bogyó, Baltazár, Vendel és Pihe. Együtt megterítettek, és asztalhoz ültek. A Katica lány három gombócot tett minden tányérba. Bogyó, Babóca és Pihe hamarosan jól is laktak. Szilvás gombóc, imádom! Akár ötöt is meg tudok enni, mondta Baltazár a méhecske. Még hogy ötöt, én hetet is, vágta rá Vendel. Hetet? Jó, akkor én nyolcat. Én pedig tüzet, jelentette ki a szarvasbogár. Jó, akkor versenyezzünk, zárta le a vitát Baltazár. Lássuk, melyikünk tud több gombócot enni. Babócának nem tetszett a dolog, megpróbálta őket lebeszélni, de a fiúk hajthatatlanok voltak. Ennek nem lesz jó vége, figyelmeztette őket, de Baltazár és Vendel nem hallgattak rá. Eddig három gombócot ettünk, most jöjjön a negyedik, javasolta Vendel, és újabb gombócot pakolt mindkét tányérba. Amikor mindketten végeztek, újabb gombócot vettek, és megették az ötödiket is. Az ötödik után megették a hatodikat, a hatodik után megették a hetediket, a hetedik után megették a nyolcadikat, és utána a kilencediket. Most jön a tizedik, bírod még? Kérdezte Baltazár. Ugyan, kétszer ennyit is meg tudok enni, legyintett lazán Vendel. Már nagyon sok gombócot megettek, amikor mindkettejüknek fájni kezdett a hasa. Egyre jobban és jobban fájt. Elszaladok Bakoly doktorért, mondta Pihe, a lepke kislány. Bagoly doktor megvizsgálta őket, és dühösen szónokolni kezdett. No hát, a ki látott már ilyet? Persze, hogy fáj a hasatok. Mindketten 15 gombócot ettek. Na tessék, ráadásul döntetlen lett a verseny. Három napig diétázni fogtok. Semmi más nem ehettek, csak főtt krumplit. De éppen holnap jön az erdőnkbe a kürtös kalács árus, szólalt meg kétségbe esve Vendel. Nagyon sajnálom, de most kimaradtok a kürtös kalácsból. Három nap múlva gyertek el hozzám, hogy újra megvizsgáljam a hasatokat, szólt szigorúan Bagoly doktor, és már indult is haza. Másnap meg is érkezett a nagy rétre a Bodobács illatozó kürtös kalácsaival. Az erdő lakói mind boldogan csemegésztek, válogattak a sok finomság között. Én fahéjasat kérek, mondta Babóca. Én kókuszosat, tülekedett Bogyó. Nekem egy cukrosat adjatok, kiáltott Pihe. De volt diós, mákos, sőt kakaós is. Baltazár és Vendel szomorúan nézték a vidám vásárt, de szót fogadtak Bagoly doktornak. Amikor letelt a három nap, a méhecske és a szarvasbogár felkereste a doktort. Na, lássuk! Dünnyögött a Bagoly, és alaposan megvizsgálta őket. Rendben, meggyógyultatok, látom, szót fogadtatok. Hát igen, lógatta az orrát Vendel. Pedig úgy szerettem volna én is kürtős kalácsot enni. Vendel és Baltazár elbúcsúzott Bagoly doktortól, és már indultak is hazafelé, amikor a Bagoly utánuk szólt. Várjatok csak egy percet, van itt valami. Félretettem nektek két kürtős kalácsot, tessék. Na hát, Bagoly doktor, te is kimentél a rétre. Hát persze, vettem a kalácsból a fiókáimnak, ezt a kettőt pedig nektek tartogattam. Szépen betartottátok, amit kértem tőletek, ti se maradjatok ki a finomságból. Köszönjük, mondta boldogan Baltazár és Vendel, majd megölelték Bagoly doktort. Bogyó és Babóca, kit jó barát kalandja. A fülgyulladás. Egy őszi nap Babóca, a Katica kislány vidáman nyitott be Bogyó házába. A patakhoz indulok kavicsot szedni, velem tartasz? De Bogyónak semmihez sem volt kedve. Nem tudom, Babóca, olyan fáradtnak érzem magam. Nagyon fázom és fáj a fejem, meg a fülem is.
Hű, de piros az arcod, Bogyó, mondta Babóca. Te lázas vagy, szaladok gyorsan Bagoly doktorért. A Katica kislány meg sem állt Bagoly doktor odójáig. Kedves Bagoly doktor, gyere gyorsan, Bogyó nagyon rosszul érzi magát, siess! Bagoly doktor gyorsan összepakolta orvosi táskáját, felvette orvosi köpenyét, és már is indult a beteghez. Szervusz, Bogyó! No, hadd lássam, mi a baj? Először is meghallgatom a mellkasod. Bogyó levette a pizsama felsőjét, és engedelmesen sóhajtott. Tázs nagyra a szád, megnézem a torkodat is. Nem akarom, mondta nyűgösen Bogyó. Pedig meg kell néznem, hogy piros-e, magyarázta Bagoly doktor, és lámpájával belevilágított Bogyó torkába. Most pedig belekukkantok a füledbe ezzel a kis tölcsérrel. Ez már igazán nem tetszett Bogyónak. Sírni kezdett, és kezét a fülére szorította. Ne butáskodj, Bogyó! Ez egyáltalán nem fáj, fogta meg Babóca biztatóan Bogyó kezét. A vizsgálat tényleg nem fájt. Nos, Bogyó, kezdte Bagoly doktor, neked bizony fülgyulladásod van. Csúnyán megfáztál. Vegyél be ebből az orvosságból minden reggel egy teli kanállal. Igyál sok teát, és tégy a füledre melegkölessel teli bogyrot. A barátai nyomban Bogyó segítségére siettek. Baltazár mézet hozott, Pihe kamillavirágot, Vendel csipkebogyót, és teát főztek a betegnek. Babóca kölest melegített egy serpenyőben, aztán beöntötte egy pici zsákba. Szorítsd ezt a két kis zsákot a füledre, amíg ki nem hűl. Bogyó feltette a sapkát, és le sem vette, amíg a köles ki nem hűlt. Másnap reggel Babóca csodaszép köveket vett észre Bogyó asztalán. Hű, Bogyó, ezek nagyon szépek. Kitől kaptad? Magam szedtem a patak partján, büszkélkedett Bogyó. Magad szedted? Kérdezte dühösen Babóca. Ez igazán nem volt okos ötlet. Még nem gyógyultál meg teljesen. Most aztán újra vissza fogsz esni. Babócának sajnos igaza lett. Estére Bogyónak megint magasra szökött a láza. A barátai minden nap meglátogatták, mesét olvastak és báboztak neki. Ahogy viszont Bogyó egyre jobban lett, úgy lett Babóca egyre rosszabbul. Bizony, elkapta a betegséget. Most aztán Bogyó ápolta Babócát. Teát főzött neki és megtöltötte a sapka zsebeit meleg kölessel. Bagoly doktor Babócához is eljött. No hát, úgy látom, újabb kis beteggel van dolgom. Ez bizony jól elkaptad Bogyótól. Elmondta Babócának is, mit tegyen, hogy hamar meggyógyuljon. Aztán Bogyót vizsgálta meg újra. Hiszen te már nem is vagy beteg. No, azért hadd lássalak. Minden rendben. Meggyógyultál, kis csiga. Néhány nap ismét eltelt. Babóca is bevette az orvosságokat, sok teát ivott, sokat pihent, és hamarosan egészen jól érezte magát. Bagoly doktor is eljött újra, és elégedetten látta, hogy Babóca is meggyógyult. Akkor most végre elmehetnénk együtt a patakhoz kavicsot szedni, ugrándozott Bogyó. Jól, de jó! Induljunk a patakhoz! Kiáltotta Bagoly doktor három kis fiókája. De jól öltözzetek ám fel, hideg az este, mondta szigorúan Bagoly doktor. Bogyónak és Babócának ezt már mondani sem kellett. Nem feledkeztek meg a sálról, sapkáról, meleg cipőről sem. Késő estig játszadoztak a patak partján, és vödreiket szebbnél szebb kavicsokkal szedték tele. Bogyó és Babóca, kit jó barát kalandja. A barlangi pók. Bogyó, Babóca, Pihe és Baltazár színes faleveleket gyűjtött az őszi erdőben. Egyszer csak sírást hallottak. Te is hallod ezt, Bogyó? Kérdezte Babóca. Igen, a barlangból jön. Menjünk be, keressük meg, kisír. Félve merészkedtek egyre bejjebb és bejjebb. Hirtelen észrevették, honnan jön a sírás. Egy aprócska virágbogár sírt. No hát, mi történt veled, kis virágbogár? Miért sírsz? Eltévedtem ebben a sötét barlangban. Nem találom a kijáratot. Hogyan jutok most haza a házikomba?
sírdogált az apró bogárka. Mi a neved? Kérdezte Bogyó. Gömbi! Ugyan, ne szomorkodj, Gömbi, majd mi megmutatjuk az utat a házikóthoz, mondta Babóca, és kedvesen magához ölelte a virágbogarat. Hirtelen furcsa, félelmetes hang hallatszott a barlang mélyéről. Bogyóék összeülelkeztek ilyettükben. A következő pillanatban egy hatalmas, mérges pók jelent meg, és dühösen rájuk kiáltott. Ki ébresztett fel álmomból? Mit kerestek ti a barlangomban? Meneküljünk! Kiáltott Baltazár, és mind futásnak eredtek. Gyertek, bújjunk ide! Szólt rémülten Babóca, és mindnyájan bebújtak a szikla mögé. A pók szerencsére nem vette észre őket, Gömbi azonban elsírta magát, és a pók meglátta a falnál rejtőzködő csapatot. Bogyó, Babóca, Gömbi, Baltazár és Pihe szaladtak tovább, amilyen gyorsan csak tudtak. De jaj, Baltazár elbotlott egy kőben, és a pók bizony utolérte őket. Bogyó egy szúrós faággal hősiesen védte barátait. Menj innen, rusnyapók! Kiabálta dühösen. Amíg Bogyó elterelte a pók figyelmét, Pihe és Baltazár egy hosszú kötéllel körbe-körbe szaladtak a pók körül. Babóca védte Gömbit, nehogy a pók elérje. Na, most pórul jártál? Szólt elégedetten a pókhoz Baltazár. A pók megpróbálta magát kiszabadítani a kötél szorításából, de nem sikerült. Aztán egyszer csak elsírta magát. Nem is akartalak bántani titeket. Igazából még soha senkit sem bántottam. Csak mérges voltam, amiért felébresztettetek. Kérlek, engedjetek el, megmutatom a barlang kijáratát. Tényleg nem bántasz minket, megígéred? Kérdezte Bogyó. Igen, ígérem. Gyertek, üljetek fel a hátamra, kiviszlek benneteket. Felültek a pók hátára, és hamarosan el is érték a kijáratot. Ideje elköszönnünk. Gyertek el a barlangunkba máskor is. Köszönjük a segítséget, pók, mondta Pihe. Gömbi ez alatt elaludt a Katica lány kezében. Most mit csináljunk vele? Tanácstalanodott el Babóca. Építsünk neki babakocsit, javasolta Bogyó, és már munkához is láttak. A kocsi gesztenyegumóból, kerekei faágakból készültek. De hol lehet a házikója? Én tudom! Kiáltott fel Pihe. Amint megérkeztek a házhoz, a kis virágbogár felébredt a kocsiban. No hát, ó házikom, hazahoztatok engem, igazán köszönöm. Jó éjszakát, kis Gömbi! Aludj jól, és többet ne menj egyedül a sötét barlangba, mert újra eltévedsz, mondta Bogyó és Babóca. És búcsúzóul megölelték a kis virágbogarat.